A kommunizmus áldozatairól hazánkban először 2001. február 25-én emlékeztek meg az országgyűlésben és az ország középiskoláiban. Azóta is minden évben sor kerül az emlékünnepségekre, emlékeztetőként és figyelmeztetőként a korszak történéseire. Isten óvjon bennünket attól, hogy bármikor újra kezükbe vegyék a kormányrudat. Székesfehérvár nevében Breyer Éva mondott beszédet. Az alpolgármester arról beszélt, sokan sokféleképpen váltak a kommunizmus áldozataivá. Áldozatuk volt az, akit elpusztítottak, megnyomorítottak, kiszolgáltatottá tettek, rabszolgasorsba taszítottak. De áldozatukká váltak egész országok azzal, hogy nemzetgazdaságukat gyengítették el, eltorzítva a hosszú évszázadokon át kiérlelt társadalom struktúráikat. A kommunizmus áldozatainak világnapján nem kerülhető meg a kérdés, miért nem látják sokan még mindig a kommunizmus valódi arcát, mondta beszédében Fejér megye főjegyzője. A választ ezekre a kérdésekre I.S. Gyula szavaiban találjuk meg. A múltat is teremteni kell. Egy korszak attól lesz múlt, hogy megírják. Valamire való múlt megteremtéséhez néha nagyobb erő kell, mint a jövőjéhez. Mindent pontosan a helyére kell tenni. A rosszul elrendezett, rosszul megírt múlt föltámad, visszajár, állandóan zavarja az embert. A megiratlan idő meg egyszerűen el sem megy, kötszerűen üli meg a tájat és az elmét. Itt a gyilkosnak nincs arca, nem tud beszélni. A megemlékezésen a Ciszterci Szent István gimnázium diákjai működtek közre. A műsora megemlékezés virágainak elhelyezésével ért véget.